Érkezik az 573 darab Sinopharm és a 600 adag AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyag a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályára. Utóbbiak a házi orvosi praxisok között kerülnek majd szétosztásra. A Tolna megyei Balassa János kórházba is érkezett 4600 adag Pfizer vakcina szállítmány. Horváth Kálmán, Tolna megyei kormány megbízott, a megyei oltási munkacsoport vezetője azt mondja, az országnak ezen a részén a tervek szerint halad az oltás. Az AstraZeneca, illetve a Sinopharm oltóanyagot azt a háziorvosok oltják be, illetve a Pfizer oltóanyagnak a beoltására viszont elsősorban 60 év fölötti idős embereket delegálnak, azaz az oltópontokra küldik őket. Elsődleges cél a 60 év felettiek leoltása, és ez a napokban meg is fog történni. Ez a hét ez mindenképpen kiugró lesz az oltások vonatkozásában Tolna megyében is, hiszen hogyha sikerül megfelelően delegálni a oltópontokra az embereket, illetve mindenki elfogadja az oltóanyagot, akkor nagyjából egy ilyen 11-12 ezer körüli oltást fogunk most kiszolgálni Tolna megyében. Horváth Kálmán elmondta, hogy a bírósági és ügyészségi dolgozók már megkapták a vakcinát, így az oltási terv szerint a hét második felében elkezdődik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a Paksi Atomerőmű dolgozóinak beoltása Tolna megyében.